Évek óta látszott a tendencia, hogy minden beiratásnál fogynak a gyerekek, akik a Mözsiek iskolájába szeretnének járni, vagy akiket ideiratnak a szülők. Pedig a lehetőség fennállt volna, hiszen a környező két óvodában lenne elég gyerek a működtetés fenntartásához. De a családok más iskolába iratták a gyerekeket. A Mözsi iskola utcában nem lesz már iskola a jövőben. A tankerület és az iskola vezetése a tavasz folyamán keresett meg azzal, hogy nagyon kevés első osztályos gyereket irattak be a Mözsi feladatellátási helyre. Ugye azért feladatellátási helyről beszélünk, mert tulajdonképpen egy iskola működik a városban. Ez a Wosinski Mór iskola, és ennek az egyik telephely a Széchenyi tagiskola, illetve egy feladatellátási hely van a Mözs iskola utcában, ahol csupán alsó tagozat működik. És ugye tudva levő, hogy 14 fős osztályok alatt nem engednek osztályt indítani, és éppen a fele létszámú gyereket iratták be, tehát 7 kis elsőst irattak be ebbe az iskolába. Tehát azt tudva levő volt, hogy első osztály biztosan nem fog indulni ebben az iskolában, ezen a telephelyen. A második osztályban is pedig a bukások miatt lecsökkent 14 alá az iskola vagy az osztály létszáma, így sajnos az a sajnálatos eset állt fent, hogy második osztály se tud indulni. Maradt volna az a megoldás, hogy összevont osztályokat hoznak létre, de ahhoz az iskola minden tanulójának ilyen rendszerben kellett volna elsajátítani a tananyagot, ami a kor követelményeinek és technikai kihívásainak már nem felel meg. Az a legkisebb, nem bántva a pedagógusokat, de az a legkisebb, hogy a pedagógusnak ez mekkora probléma, nyilván neki is probléma, de ennél sokkal fontosabb az, hogy a gyerekek szempontjából azért én azt gondolom, hogy a 21. században az nem feltétlenül jó, hogyha több fajta osztály jár egy osztályba, vagy egy terembe. Tehát nyilván nem jó, amikor az olvasni tanulók is kis elsős, meg az írni tanulók is elsőst a harmadikossal kell együtt tanítani, és nekik együtt is kell tanulni. Úgyhogy gyakorlatilag ez volt az a kiinduló pont, amikor nagyon fájó szívvel és az én kérésem ellenére egyébként, mert nyilván én azt kértem, hogy minden lehetőséget keressenek meg arra, hogy ez az iskola megmaradhasson. És azt kell, hogy mondjam, hogy a szakmaiság az mégiscsak azt indokolta, hogy bezárásra kerüljön. Már a Mözsiek ebben nagyon szerették volna megmenteni az intézményt, de ez a fennálló körülmények között lehetetlen volt. A Peszófer Ágnes azt mondta, maguk a pedagógusok is érezték a helyzet tarthatatlanságát. Nagyon sajnáljuk, és azt is tudom, hogy a Mözsiek nagyon sajnálják, hogy Mözsön nem lesz iskola, és én azt is tudom és érzem, hogy ez nem csak annak fontos, akinek most ide jár a gyereke, hanem annak is, aki itt lakik a település részen. Hiszen joggal érzik úgy, hogyha egy iskola megszűnik, akkor egy lehetőség is megszűnik. Tehát, hogy itt nyilván a jövőben esetleg ide járó gyerekekről is szó van, nem csak a most jelenleg ide járó gyerekekről van szó. De azt tudni kell, hogy a jogszabályok, és nem szeretnék itt tényleg mások mögé bújni, de azt tudni kell, hogy a jogszabályok és a szakmaiság egész egyszerűen nem indokolja azt, hogy ilyen nagyon alacsony létszámú osztályokban folyjon az oktatás a Mözsi iskolában. Nyilván a cél az, hogy modern iskola központban egyben vagy kettőben folyjon az oktatás a városban, tehát ez a szétaprózódott szerkezet, ez nagyon-nagyon nem jó. Nyilván abból a szempontból jó, hogy ha több helyen folyik az oktatás, akkor akár közelebb van a lakhelyükhöz a gyerekeknek az iskola, de a szakmaiság az mindenképpen az volna, én azt gondolom, szakmailag mindenképpen az lenne jó, hogyha egy vagy maximum két koncentráltan, akár az alsót és a felsőt különvéve, akár az egészet 1-től 8-ig egy telephelyen tudnánk egy modern iskolában megvalósítani. Az önkormányzat a tanévzárót követően már elhelyezte a még itt tanítókat és az alkalmazottakat, valamint az idejáró gyerekeket a város más iskoláiba. A gyerekek nyilván a Széchenyi telephelyen, tehát a Széchenyi iskolai telephelyeken és a Bartók Béla utcában a felsősök, illetve az alsósok az Ötvös utcában, az Ötvös utcai telephelyen fognak tanulni.
Már felvettük a kapcsolatot az iskolával és a tankerülettel, hogy milyen módon tudnánk akár mi is segíteni a gyerekek szállítását, vagy az odautazását, akár pedagógiai asszisztenssel, akár délután is tanítóval a pici gyerekeket ki fogják kísérni, illetve várni fogják a busz megállóban. A település részen számtalan ötlet merült fel arra, mire kívánja használni az épületet az önkormányzat. A Pászor Felágnes kijelentette, a híresztelések ellentétben eddig semmilyen módon nem tettek lépéseket a Mözsi épület további hasznosításának ügyében. És ez nem lehet egy városban cél, hogy az infrastruktúra értékesítése miatt zárnánk be óvodákat, iskolákat, tehát szó nincs ilyenről. Nem tudom, mi lesz ezzel az épülettel, de azt gondolom, hogy most nem is ez a legfontosabb ebben. Nyilván majd keresünk valamit, vagy lehet, hogy lesz itt valakinek akár Mözsön egy jó ötlete. Nem az épület. Én azt gondolom, hogy nem az épület számít itt most elsősorban, hanem a mostani és a jövőben itt született gyerekek. De arról sem az önkormányzat, sem az állami oktatás, a tankerület és az iskola vezetése nem tehet, hogy a mözsi iskoláskorú gyerekek jelentős részét nem ebbe az iskolába iratták be, hanem akár a város más iskoláiba, akár esetleg Szekszárdon. Tehát az, hogy itt nincs gyerek, gyerek születik, az óvodákban van gyerek, tehát akár a Zöldkert óvodában, akár az Aprajo falva óvodában, ami nagyon közel, tehát a településrész határán van, van gyerek, sok gyerek. Ezeket a gyerekeket valami miatt nem ebbe az oktatási intézménybe, vagy oktatási telephelyre iratták be. Gyakorlatilag ez az oka annak, hogy megszűnik a mezsi iskola.